Mi mindenre fordíthatja az ember a figyelmét, amikor úgy dönt, hogy nem vásárol egy hónapig semmiféle olyan dolgot, ami nem létfontosságú? Milyen hatással lehet ez az otthonunkra, vagy a teljesítmény érzésünkre, ha meggondolatlan és gyors online vásárlást felváltja valamiféle nagyon régóta halogatott feladat? Önsanyargatás ez, vagy segítség? Csilla vagyok. Ha van kedved megtudni, hogyan telt ez a költekezésmentes hónapom, akkor tarts velem! Ilyenkor januárban és februárban tele van az internet ezzel a kihívással, nem tudom, ha láttatok ilyet. Több családnál is láttam ilyen kamara kihívást, hogyha homeszedesek megtermelnek maguknak mindent, akkor a januári-februári hónapban, tavaszi hónapokban is megpróbálnak a kamrájukból élni, és nem menni vásárolni szupermarketben, hanem felélni azt, amiük van. Illetve olyanoknál is láttam, akik valamiféle minimalizmus felé vezető útra lépnek, valamiféle kényszeres költekezési viselkedéssel küzdködtek addig. Úgyhogy arra gondoltam, hogy én is kipróbálom, méghozzá két okból. Az egyik az az, hogy a decemberi és a januári hónapban kicsit a keleténél talán többet vásároltunk, könnyebben beletettem a kosárba, ugye online vásárolok, és sokkal hamarabb megvettem dolgokat. Habár karácsonyra nem igen szoktunk nagy dolgokat venni a gyerekeknek, de mégis összeadódik, aztán januárban sok kis apró dolog, amit szerettem volna, nem létfontosságú, van olyan is, amit vissza kellene küldenem, és arra gondoltam, hogy ez a hónap tökéletes lesz arra, hogy egy kicsit megállítsam magam ebben a gyors költekezésben, és egyébre fókuszáljak. A másik dolog, ami befolyásolt, az az, hogy a nagymamám 90 éves lett, és ilyenkor, szülinapokkor úgy megállok, és eszembe jut több minden, amit mesélt az életéről, hogy milyen volt az élete, mit élt át. Reflektálok arra, hogy az én életem mennyire más, mint az övé volt. Nagyon szeretem, ha az idősek mesélnek ti is. Így vagytok ezzel? Olyan, mintha egy könyvtár beszélne, amikor az idősek mesélnek a régi időkről. Szóval a nagymamám elég traumatikus háttérből jön, 12 évesen teljesen önállóvá vált, és nem is csak úgy, hogy önmagát kellett ellátnia, hanem gondoznia kellett a haldokló mamáját, és gondot kellett viselnie a kisugára, úgyhogy 12 évesen mindent meg kellett csinálnia, és eszembe jut gyakran az a mondat, amit mondott, hogy sosem gondoltam volna, hogy megérem a 90 évet. És tudom, hogy az én életem nagyon más, mint az övé, és sokkal több minden megadatott nekem, és az övéhez képest mi a kényelem ne továbbját éljük. De arra gondoltam, hogy ez egy tökéletes hónap lesz arra, hogy kicsit megálljak, kizökkentsem magam abból a kényelmes, megrendelek dolgokat kosárba tevékenységből, és megálljak, és egy kicsit körülnézek, és lássam, hogy mi van nekem, mik vannak, amiket használhatnék, miért kell hálát adnom, mit kell újra használnom kidobás helyett, mit lehet megjavítani, mik azok a dolgok, amiket már egy jó ideje elnapoltam. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez egy tökéletes időszak lesz arra, hogy ezt kipróbáljam. És hogy milyen szabályokat szabtam magunknak, ezt mindenki személyesen megteheti, az enyémek a következők voltak. Egy, nem fogok költeni olyan dolgokra, amik nem létfontosságúak, ruhákra, könyvekre, gyerekeknek ruhákra, játékokra, sminkre, ami nem
Ami nem létfontosságú, arra nem fogok költekezni. Elnézést! Elnézést, a kisfiam zajong itt mellettem. A másik az, hogy nem fogunk kimenni, nem mentünk ki enni, ez volt a másik. Egy kivételt tettünk, hogyha valakinek szülinapja van a családba, azt megünnepeljük egy sütizéssel, vagy ha a gyerekeknek születésnapra kellett menniük, akkor vettünk ajándékot a gyerekeknek, akiknek a szülinapjára kellett ajándékot vinni, és ebben a hónapban egy hét vakáció is volt, amikor kimozdultunk a gyerekekkel, de úgy döntöttünk, hogy felfedezzük az ingyenes helyeket. Amúgy is ilyen helyekre szoktunk járni, úgyhogy ahogy csak lehetett, mindenütt igyekeztünk egy kicsit alávenni a költekezésből. Egy másik dolog, a heti bevásárlásaimat is igyekeztem 10-20%-kal csökkenteni, és egy kicsit jobban a fagyasztóm és a kamaraszekrényem mélyre nézni, nyúlni, és így csökkenteni a költekezésünk. Az első dolog, amire azt mondtam, hogy fókuszálni fogok ebben a hónapban, az az, hogy megjavítsam azokat a dolgokat, amiket már nagyon régóta elterveztem, hogy megjavítok. Itt volt például ez a párnahúzat, amit még az ősszel készítettem, és egy kicsit sikertelen lett a sarka. Kettőt is készítettem, és egy déli alvás ideje alatt, amíg tényleg időm engedte, gyorsan igyekeztem összedobni. Persze az egyiknek a sarka nem lett az igazi, kellett volna javítanom még akkor, de nem volt idő rá, ezért bedobtam a megvarandó dolgaim közé, és ebben a hónapban eljött az idő arra, hogy az ilyen projektjeimet számba vegyem és dolgozzak rajtuk. A vászonkendőimet is terveztem már egy jó ideje beszegni. Igazán nem nagy munka volt rajtuk, de a halaszgatás, a napolgatás összegyűlt, és már egy jó ideje ott ültek és vártak rám. Azóta neki is fogtam használni ezeket, és ahányszor a kezembe veszem, megörülök neki, és azt mondom, hogy jaj, miért is nem fogtam neki ennek előbb. Itt pedig a fagyasztóládánkat fogom egy kicsit jobban átforgatni, megnézni azt, hogy mi az, ami már régebbi, vagy teljesen elfelejtkeztem róla elővenni, rendszerezni egy kicsit, hogy könnyebb legyen csökkenteni a bevásárlásunkat ebben a hónapban, és nagyon örültem neki, hogy az első két héten nem is csak 10-20, hanem 30%-kal sikerült csökkentenem a megszokott számláinkat, költségünket, amit ételre költünk, úgyhogy rendszeresebben fogom ezután is szerintem megnézem, átválogatom, feljegyzem magamnak, hogy bevásárlás előtt tisztában legyek azzal, hogy mit kell felhasználnom. Itt összevegyítem a zöldség maradványaimat, amit csontléhez szoktam összeszedni különböző zacskókba, és úgy döntöttem, hogy ezeket a zacskókat most mind egybe ürítem, hogy kevesebb helyet foglaljanak el, és átláthatóbb legyen a fagyasztóm. Ez is nagyon jó érzés volt, hogy megcsináltam. Ha átnéztem a fagyasztómat, ez mindig annyira jól esik. Ugye ti is így vagytok ezzel, hogy valamit átrendeztek, és hú, de jó is volt. Az acskókat persze újra használom, mert nem szeretném eldobni. Következő csont és zöldség összeszedéshez is nagyon jól megfelelnek majd. Ebben nem fogok olyasmit tenni, ami nem csont vagy zöldség maradék, úgyhogy újra hasznosítottam, amit csak tudtam. Ó,
Voltak bizonyos dolgok már karácsony előtt, amikre készültem, például átnézni jobban ezt az éléskamra szekrényünket. Van még egy nagyobb is ettől, az én fejemben ez hatalmas nagy munka volt, de nem tudom, néha vagyok így munkákkal, dolgokkal, hogy ú, azt meg kéne csinálnom, de az én fejemben akkora nagy dolognak van elképzelve, hogy inkább neki se látok, és csak napolgatom. Úgyhogy itt volt az ideje, hogy ebben a hónapban ezt is jól kisikáljam, kitöröljem, átnézem, átrendezzem, hogy átláthatóbb legyen ez is, mint a fagyasztóláda, és tudjam, hogy mit tartunk, és mit nem kell vennem az üzletből ebben a hónapban. És akkor itt jön az éléskamránk másik fele, ahol az ömlesztett nagyobb mennyiségű dolgokat tartom, mint a hüvelyesek, lisztek, nagyobb kiszerelésű tésztafélék. Ez is hatalmas nagy munkának volt titulálva az én fejemben. Úgy képzeltem, hogy ez időtlen időkig el fog tartani, de igazából egy 20 perc alatt megvolt az egész szekrény tetejétől egész az aljáig. Átrendeztem egy kicsit, hogy mit, hol tárolok, hogy átláthatóbb legyen. Átgondoljam, hogy mi az, amiért gyakrabban nyúlok. Egy másik dolog, ami hatalmasan nőtte ki magát az én fejemben, ez a szekrény, ez a könyvespolc volt az íróasztallal együtt. Az összes munka közül talán ez volt az, amit legkevésbé szeretek, amit legkevésbé óhajtottam megcsinálni. Egyrészt szerintem azért, mert ezek a kosarak tele vannak ilyen kis apró kábelek, csecsebecsék, amikhez olyan sok mentális energiát felhasználok, úgy érzem mindegyiket megfogni, eldönteni, hogy ezek kellenek, nem kellenek, szükségünk van erre, szemét, hova tegyem, csoportosítsam, megtaláljam a helyüket, úgyhogy ez a munka, amit legkevésbé szeretek, portörlés és szelektálni a dolgainkat. Persze, amikor megvan, akkor fellélegzek, és nagyon örülök, hogy rávettem magam, és megcsináltam, de amikor neki kell kezdeni, akkor ezer okot kapok rá, hogy napolgassam ezt is. Hát ezt már karácsony előttről napolgattam. Itt van ez a rusztikus karácsonyfa, amit még a kisfiam készített, a nagyobbik fiam készített cserkészklubban, és nagyon cuki, ilyen nagyon aranyos kis barkács, és karácsonykor használtuk is, és már azóta ott vár rám, hogy valamit kezdjek vele, valahova eltegyem, és jelentem, hogy erre is sikerült sort kerítenem.
Átnéztem a magyar könyveket is, hogy bevigyem a gyerekek szobájába, hogy esténként olvassunk belőle. És megvoltam ezzel a sarokkal is, ami hát egy olyan másfél órányit vett igénybe. Sikerült elmennem az adománybolt előtt, és nem bemennem. Aztán a Tesco-ban is szándékosan a kutyatápnál és a macska kaján elmentem el, hogy megakadjon a szemem valamin. Aztán itt igyekeztem felhasználni a megmaradt pulykazsírt és sült pulyka levét, és készítettem belőle egy risottót. A másik dolog, amit feltétlen szerettem volna számba venni, az ezeknek a kosaraknak a megragasztása. Már próbálkoztam ezelőtte, az a ragasztószalag nagyon gyenge volt, úgyhogy vettem a férjem szekrényéből ezt az erősebbik fajtát. Igaz, hogy csúnyán néz ki, barna, de azt mondtam, nem vagyok hajlandó kidobni ezeket a kosarakat, amik teljesen nem hullanak szét. A probléma velük az, hogy a gyerekek szokták őket használni, mert oda kapják szombatonként a ruhájukat, és ők szokták leküldeni az emeletről, és hajóst játszani benne, úgyhogy ezek a kosarak teljesen igénybe vannak véve. Egy másik dolog, amit ebben a hónapban szerettem volna véghez vinni, az az, hogy megnézem a ruháimat, hogy mi talál mivel. A legnagyobb fejfájás nekem reggelente nem az, hogy túl nagy a választék, ha bár lehet vannak minimalisták, akik azt mondják, hogy ez túl sok ruha, de az én gondom az szokott lenni, hogy mi talál mivel, és ez a felső nem jó ezzel a szetterrel, vagy kardigánnal, vagy nadrággal, úgyhogy a párosítások okoznak nálam legnagyobb fejtörést és gondot reggelente. Néhány darab ki is került a szekrényemből. Azt szoktam csinálni, hogyha van egy ruhadarab, amit már egy éve nem hordtam, akkor azt fontolóra veszem, és megválok tőle. Itt van egy nagy adag küldemény az adományboltba. Ezt is sikerült összegyűjteni ebben a hónapban. Aztán itt vannak azok a termékek, amik elfogytak, teljesen kiürítettük, és nem vettem újat ebben a hónapban. A nyersmézünkből, a vitaminomból, a fogkrémemből, amit a 6-7 tubusos kiszerelésben veszek, és egyéb pizsamát sem akartam a lányomnak venni, mert volt rajta egy szakadás, azt mondtam, addig hordjuk, amíg teljesen ripityára nem szakad, hiszen pizsama is úgysem látja senki, és majd, hogyha teljesen tönkrement, eldobjuk és újat veszünk. A vásárlásunkat is sikerült egy kicsit lecsökkenteni, ahogy már mondtam, 10-20%-kal egyik, héten 30%-kal is, és nem mondhatom, hogy bármi is hiányzott, amit máskor szoktunk, nem szenvedtünk hiányt, és nagyon örülök, hogy ezt is sikerült megvalósítani. Egy másik napolgatott feladatom az lett volna, hogy lefényképezem eladásra ezt a kis lisztes bödönkét, amiért nem kevés pénzt adtam, és biztosan, hogy találok neki új gazdit, csak nem élvezett elsőbséget, és mind csak haladt ma. És az utolsó dolog, amit szerettem volna ebben a hónapban megvalósítani, ezzel nem jártam túl nagy sikerrel, az az, hogy leírjam a költségvetésünket, amit már november óta halaszgatok. Valahol ott hátul tudom, hogy nem megyünk mínuszba, ezért is olyan könnyű ezt napolgatni nekem, de azért tudom, hogy fontos, hogy vezessem ezt, és ne érjenek meglepetések. Majdnem vége februárnak, ma 27-e van, és örömmel jelentem, hogy egy nagyon hasznos hónap volt ez számomra. Segített megállni, tényleg kizökkentett ebből a vásárlásból. Én néhány alkalommal voltam úgy, hogy meg akarom venni, lássam. Aztán visszafogtam magam, és azt mondtam, nem, most nem költekezem hónapban, úgyhogy
legfőképp megnézem és beteszem a kívánság kosárba, de alszunk még rá egyet, és nem fogom azonnal megvenni. És azóta tényleg el is felejtkeztem róla. Nem sok ilyen alkalom volt, de vagy kétszer beléptem az Amazonba, és utána néztem, hogy hú, ez kéne nekünk, ezt most tényleg le kéne cseréljük, de úgy döntöttem, hogy nem, alszom rá még, és majd meglátjuk. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy sikerült megcsinálnom olyan dolgokat, amiket már egy jó ideje nap voltam. Úgyhogy emiatt is kitűnő volt számomra ez a hónap. Remélem tetszett nektek ez a videó. Lájkoljátok, kommenteljetek, és a legközelebbi videómban találkozunk.